A Bezeréd István Technikum már a tavalyi év során is tervezett csapatokat indítani ezen a versenyen, azonban ez csak 2024-ben valósult meg. Az iskola 3 csapattal kvalifikálta magát a Neumann János Egyetem által meghirdetett, egy nap alatt a logisztika körül versenyre. A megmérettetésen a diákok az első fordulós online teszt és számítási példa megoldása után bejutottak a másodikba is, ahol még magasabb szintű kihívások vártak rájuk. Már tavaly gondolkodtunk azon, hogy valamilyen országos logisztikai versenyen induljunk, és mire megtaláltuk ezt a versenyt, pont lecsúsztunk a jelentkezésről, úgyhogy az idén résen voltunk, és rögtön a kiíráskor megbeszéltük a kollégákkal, hogy több csapattal is indulunk, és a regisztráció az már tulajdonképpen az első kiválasztási forduló is volt, és 6 csapatunk jelentkezett, 3 fős csapat, és ebből kerültek be a személyes megmérettetésre a 3 nevezett csapatunk. Logisztikával kapcsolatos feladatok voltak. Volt egy fő projektfeladat, amit végig a 24 óra alatt kellett elkészíteni, ennek több része is volt. Egy teljes, a Szobi volt a főszponzor, az üdítőitalgyártó, és egy Szobi ellátási láncot kellett megtervezniük tulajdonképpen, az alapanyag beszállítástól kezdve egészen a vevő kiszolgálásáig, és a cél az volt, hogy a lehető legkevesebb költséggel tervezzék ezt meg a csapatok. Emellett ugyanehhez a feladathoz kapcsolódott egy szállítójármű tervezése, amit a 24 óra alatt elfogyasztott Szobi italos dobozokból kellett megvalósítani, illetve a végén az egész munkafolyamatból egy prezentációt kellett készíteni a gyerekeknek. A verseny fő eleme a projektfeladat volt, amit a diákoknak a 24 rendelkezésre álló óra alatt kellett elkészíteniük. Egy ellátási lánc megtervezését kaptuk projektfeladatnak, ez ugye azt takarja, hogy beszerzés, bizonyos szinten a gyártás, illetve a késztermékek kiszállításának a lebonyolítását kellett megtervezzük. Ez gyakorlatilag egy ilyen Excel táblázaton belüli nagy részt azt mondanám, hogy matematikai feladatokból álló feladat volt. Annyi különbség, vagy annyi kivétele így a matematika arról, hogy közben volt egy ilyen tárgyalás jellegű részfeladat, ahol a versenyszervezőivel kellett egy úgymond ilyen, hát gyakorlatilag egy ilyen üzleti tárgyalást szimulálni, hogy egy jó árban meg tudjunk egyezni a kiszállításokkal kapcsolatosan. Emellett azonban számos kisebb feladattal is meg kellett birkózni a résztvevőknek. Nagyon izgalmas mellékfeladatok voltak igazából, főleg a tojás töréstesz nevű dolog volt, hogy 5 ápernyős labba kell becsomagolni úgy egy tojást, hogy amikor lehetjük magasból, akkor ne törjön össze. Ez több fordulón keresztül volt. Igazából amikor éjfélkor bedobták nekünk még a raklapépítést, az így konkrétan tető volt a ház tetejére, és igazából nagyon izgalmas feladatok voltak a feladatokban is. A rengeteg különböző program mellett a diákok ismerettségeket köthettek és tapasztalatokat gyűjthettek, amit nem csak ezen a szakterületen, hanem az élet számos más részén is kamatoztathatnak. Izgalmas feladatok voltak, legalábbis számomra. Mindegyik arra épült, hogy csapatszinten hogy is tudunk együttműködni, hogyan osztjuk szét a feladatokat és az időnket hogyan osztjuk be. A tanulók felvételi pluszpontokkal is gazdagodhattak, ami több diáknak is meghatározó volt. Többen kiemelték, hogy a logisztika területén vagy hasonló ágazatban szeretnének elhelyezkedni, illetve voltak, akik számára kifejezetten a Neumann János Egyetem a cél. Tovább tanulás szempontjából a Neumann János áll az első helyen nálam, és hát nyilván az a 20 vagy 10 felvételi pont az nagyon jól jött, nem? Vagy jól is jön. Az iskola számára fontos, hogy a jövőben is legyen lehetősége részt venni a diákoknak hasonló versenyeken, illetve a jövő évben is terveznek csapatokat indítani ezen a megmérettetésen is.